A forradalom és szabadságharc emléke előtt tisztelegtek ünnepi műsorral március 15-én az Aqua Palace fedett élményfürdőben is. A Tátos Dráma és Musical társulat összeállítását örömmel fogadták a fürdőzők. A páradús levegővel, a fürdőkörnyezettel, az akusztikával dacolva, kevés kellékkel, igen frappánsan végigvezették az 1848-49-es forradalom és szabadságharc eseményeit a Derecskei Művészeti Csoport tagjai. Sokféle műsort csinálunk mindenféle rendezvényre. Én kifejezetten személy szerint, mint a társulat vezetője, nagyon szeretem és fontosnak tartom a nemzeti ünnepeket, és erre mindenképpen szoktunk műsorokat készíteni, tehát ha augusztus 20-án vagy október 23-áról van szó, mindenfélét. A társulat több éves múltra tekint vissza, tagjainak nagy része előadó művész, azonban valamennyien polgári foglalkozást folytatnak. Hajdúszoboszlón nem először léptek fel, így örültek az újabb felkérésnek. Pontosan a forradalomnak a úgymond kronológiaját próbáltuk felépíteni. Ezt a műsort végül is én állítottam össze, nekem is van múltom ebben a szakmában, tehát többféle darabot rendeztem már, és úgy próbáltam összeállítani körülbelül 30 percben, hogy méltó módon megünnepelessük, és mindenről szó legyen versekben, dalokban közvetítve ezt. Mintegy 500 látogató tartózkodott a kora délutáni időben a fedett élményfürdő különböző szintjein, a földszinti trópusi medencénél, kiki a partról, vagy a kellemes vízben tartózkodva osztozott az ünnepi hangulatból. Vámos-Rösziból érkeztünk, Fehérgyarmattól 15 kilométerre a szovjet és a román határ szomszédságából. Mi rendszeresen járunk ide, nagyon szeretünk ide jönni, nagyon jó itt eltölteni egy hétvégét. Sajnos az időjárás most közbeszólt, most sokkal kevesebben vagyunk, mint máskor, amikor itt vagyunk. Engem tényleg meglepett az, hogy amikor legutóbb itt voltunk, akkor egy szépségi királynő választás, mert mi volt itt a Hajdúba, és akkor nagyon sokan nézték, most sajnos egy kicsit kevesen nézték ezt az igen színvonalas műsort, és én nagyon örülök, hogy itt lehettem és hallhattam ezt a műsort, és végignézhettem. Kis József kedves párjával képezte a közönség magát, de gyermekes családok is csatlakoztak az alkalmilag rögtönzött széksorokban ülőkhöz. A 8 éves Kovács Jászmin pásztorról jár ide szüleivel. Hallottál már bizonyára 1848-ról, most anyáikkal végignézted ezt a műsort. Hogy tetszett? Nagyon tetszett. Ügyesek voltak a művészek? Igen. És jól megtapsoltad? Igen. Mit szóltak hozzá, hogy egy fedett élményfürdőben március 15-én ilyen programban lehet részük? Nagyon színvonalas és nagyon tetszett az előadás. Ilyet kellene az iskolákba is előadni. Akkor a gyerekeknek is jobban tetszene. Kovács Tamás és felesége Ágnes eredetileg a fűtéri ünnepségre készültek, de az időjárás közbeszólt. Itt azonban kárpótolták őket. Szerettünk volna a városba elmenni megnézni, mert a gyereknek megígértük, hogy mindenképpen el fogunk menni. De hát, hogy ez itt megvalósítható volt, igen, nagyon, nagyon jó volt. Köszönjük. Mint hajdani időkben egy szándék, egy akarat.
hogy ez a nap, amikor egy